És hogy ebből a bizonyos karácsonyi készülődésből ki hogyan veszi ki a részét, hát mindjárt meg is látjuk. Ugye a játék talán már ismeretes azok számára, akik az előző hetekben láttak bennünket, nézték a műsort. A lényeg, hogy a merítő háló segítségével egy ajándékot ki tudjanak venni a kis ajándéktartóból, majd a gumicsónakosok elérjenek ide a középső sávig. Itt át kell adni ugye a tutajosoknak a játékot, vagy ezt az ajándékot, és a tutajosok feladata az, hogy elevezzenek egészen a túlpartra, mégpedig a karácsonyfához, ahol már csak be kell csomagolni egy dobozzal, egy doboz segítségével, be kell csomagolni az ajándékot és betenni a fa alá. A játéknak akkor van vége, ha mind az összes ajándék ott van a fa alatt, és az egyik kis nebuló feláll, és az utolsó ajándékot föltartja a magasba. Hát egyelőre Kiskun Halas és Eger csapata talán meg tud birkózni egymással. Egy kicsit most a türkiszkék vagy türkiszöld Kiskun Halasiak eltaktikázták magukat. Eger följött így az első helyre, de szorosan jönnek a lila nagykőrösiek, szorosan a nyomukban. Tehát az első három csapat megvan. Két részre szakadt a mezőny, a másik három, a citromsárga, a piros és a fehér csapat egy picit megpróbálja fölvenni a tempót a többiekkel. Közben a türkiz Kiskun Halasi iskolásoknak rettenetesen jól alakult a második ajándékszállítás, mert már is... Az ötéti gejezet napata, nemész kupám a témi szaktöme, a vuszkus putkájf témi jó tapó, a jetesz kit... De a pakója szomjuszka kalat pakba, az ötéti gejezet, mi kínuszbe elutalászak a pulkfőtő, mi utekamó epet. Az ötéti gejezet kapata, mi meda a fummeti jó atapu, ek píksu temélyek jó atapu. Az ötéti gejezet kispéje a kicsen velesú temet, zó vipasszió évikit. Az ötéti gejezet az eszükpasszió klubot temet, a pasmatú temet. A veszély közete, ha a szívfokja kipiplászta utámet, fél szívfoki jó átápú. Jó alatt az oasztis kertészet növelteszebb folytékét be vasalázi oldalait. Szűz imi vitamin kapszula alatti kontak az ábútestük, terméket kátóva, a kristály farmakáif tím jó átápú. És a veszély közete, a mészó mivató az, az oszamnalszák jó átápú. Az a nehéz, aztán utána már azért úgy mennek. Ha elkapják a ritmust a játékosok, akkor azért megindul a kis csónak. Megérkezett a nagykőrösiek utolsó ajándéka, meg kell fordulni a tutajon, és lehet visszarongyolni. Visszalapátolni. Borzasztóan izgul mindenki a saját csapatáért, csapattagjaiért. Na ki, hogy áll, gyerekek? Eger leiskolázta a mezőnyt. Hihetetlen, hogy hogy csinálták. Le voltak majdnem egy teljes ajándékkal maradva. És mégis megmutatták a világnak. Nem hiába vannak itt harmadszor. A tapasztalat lehet, hogy sokat számít ebben a játékban is. Megérkeztek a lila nagykőrösiek, akik szintén iskolát mutattak a Kiskun Halasiaknak. Sőt, a Kiskun Halasiak valamit nagyon elteketóriáztak, sajnos dühösek is ütik a vizet, még jó, hogy a vizet és nem egymást, mert a citromsárga budaörsi csapat is hamarabb ért be, mint ők, pedig torony magasan vezették ezt a mezőnyt. Az ajándékok elfogytak, megérkezett Dunavecse, de már egy lépéssel hamarabb állt föl a pénzőfordulóval. Az összeszokottság bizony az egyik legnagyobb fegyver a csapatsportban, de itt a nagybajban az sem árt, ha gyorsak is a versenyzők. A szekszárdiak vezérszurkolójának egészen biztosan nagyon gyors keze van. És jövő hét vasárnap délelőtt újra itt a TV2-n, újra innen Kecskemétről, az új élményfürdőből jelentkezünk, és egy újabb szenzációs hétvégét láthatnak szenzációs játékokkal, nagyon aranyos csapattagokkal, és kitartó, kőkemény küzdelmekkel és munkával. Úgyhogy remélem, hogy addig, ha esetleg információra van szükségük, felszaladnak az internetre, a tv2.hu per nagyvagy oldalra, vagy ha esetleg e-mailt szeretnének írni, megjegyzéssel, észrevétellel kapcsolatban, vagy meg szeretnék dicsérni a műsort, vagy a házigazdát, uram, bocsá, vagy az összes csapatkapitány, ezt is megtehetik. Egyébként pedig várjuk Önöket nagy-nagy szeretettel jövő hét vasárnap délelőtt is innen Kecskemétről, a TV2-n. Legyenek nagyok, vagy tudják mit? Legyenek inkább a legnagyobbak. Viszlát! A veszélytállóak, a tumulisik nászák, a kájtén. A mészó főtállóak, az oszam nászák. Oszam, majd kvészó kalatpó.
a mészotálló a kavuszkuszput. A játékok a fummetté sütőte ki. A mészotállóak az ávoltesztő kapszula. A mészotállóak a pükfőtömi útekamolepet. A mészőeszőkéte ötösöte a szaszkolótó piszotóta. Pápeik nézjön ma! Alaká!